hamarosan elevickélt a csapatunk, oda a média válogatott 16-osának a csücskére, honnan jöhet most a szabadrugás, és hát van egy rossz hírem a média válogatottnak. Csucsánszki Zoltán megérkezett. És már a labdát is letette, már vissza is lépett hármat, már a csípőjén van a keze. Na, a labda hol lesz nem sokára? Hát kérem szépen, a kapuba. A beadás. Hétviszlő Péter kesztyűjében halad a labda. Orbán Viktor. Óriási átadás. Vince remekül vette át. Orbán Viktor remekül pörget oda Vince Istvánhoz, aki kilövi az alsó sarkot. Tizennegyedik perc, Vince István is tuplázni tud. Orbán Viktor remekül pöckölte ki oda a labdát a bal szélre. Okos volt. Remekül olvasta most a játékot az elnök úr. Kemény Kristóf. Jön a beadás. És a fejes is lehet. És az első gólját kapja a tornán. Kapusunk Dészlő Péter, Georgi Attila talált be. Nagy labdát kapott, jól is vette át. És szépen is rúgta be. Erről most érzésem szerint Dészlő Péter nem biztos, hogy tehetett. Csontos Róbert tovább passzolt, aztán Csucsánszki remekül olvassa a játékot. És ez most nagy helyzet lehet. Orbán Viktor elpörgeti! Technikás okos gól. Mind a két mérkőzésen betalál a kapuba Orbán Viktor. A Suzuki-nak egy 11-es rúgot most viszont remekül ismerte föl, hogy nem kell cicomázni, nem kell átvenni, nem kell kapura vezetni, nyugodtan lehet egyből. És ezt fölismerte, és be is rúgta a harmadik Puskás Akadémia gólt. Méghozzá a 35. percben. Tehát Orbán Viktor két meccs, két gól.